20 év után először látogatott dél-koreai elnök Magyarországra. Moon Jae-int elsőként Áder János államfő fogadta a Sándor palotában. Mindketten egyetértettek abban, hogy a gazdasági fejlődés fontos, de csak akkor, ha összeegyeztethető a klímacélok elérésével. Mind a két ország úgy gondolja, hogy a klímasemlegességet nem lehet elérni az atomenergia használata nélkül. Áder János arra is emlékeztetett, hogy a járvány sújtotta években Dél-Korea hazánk legfontosabb üzleti partnerévé tudott válni 5 milliárd dolláros befektetésével. Moon Jae-in szerint pedig ez a volumen még nőhet, hiszen a keleti piacok érdeklődnek a magyar innovációk iránt. A dél-koreai vezető végül a hableányhajó 2 évvel ezelőtti katasztrófájáról is megemlékezett. Ismét meg szeretném köszönni, hogy a magyarok ennyi segítséget nyújtottak a holttestek felkutatása során, és méltó emlékművet állítottak az áldozatoknak, mondta. Moon Jae-int Orbán Viktor miniszterelnök is fogadta, aki szerint a dél-koreai vállalkozások precízek és pontosak, így reméli, hogy a jövőben még több közös projekten dolgozhatnak együtt.